Mecénás díjat kapott Gyöngyösváros önkormányzata. Gyertyagyújtása mindenki karácsonyfáján. Sikeres évet zártak a polgárőrök. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A stabilizálódás éve volt az idei, mondta Bújdosó Zoltán, az Eszterházy Károly Egyetem rektor helyettese évértékelő beszédében a Gyöngyösi Károly Róbert kampuszon megrendezett évzáró ünnepségen. Az eseményen átadták az egyetem által alapított mecénás díjat is, melyet az idén Gyöngyösváros önkormányzatának ítéltek oda. A Gyöngyösi Károly Róbert Kampusz külföldi diákjai karácsonyi műsorral lepték meg az intézmény dolgozóit az évzáró ünnepségen. Az angol dalok között magyar verseket is szavaltak a szír, orosz és jordániai diákok. Az a kívánságom, legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is, mindenütt, legyen olyan békén, mint amilyen bent lakik, az emberek szívében. Az idei év a stabilizálódás éve volt, mondta évértékelőjében dr. Bújdosó Zoltán, a kampusz főigazgatója. Megszűntek a bizonytalanságok, az oktatóknak stabil munkahelye van, a külföldi hallgatók pedig üde színfoltot hoztak az intézmény és a város életébe is. A jövő évi tervekről is beszélt a főigazgató. Egyik fontos változás egy új szak indítása lesz. Agrárképzési területen vannak a legfőbb terveink, ugye ott kell stabilitást leginkább megteremteni. Az egyik ilyen a gyógy és fűszernövény szaknak az újra alapítása, ugye az néhány évvel ezelőtt ki lett vonva a képzési jegyzékből. Ezt mi, mint az Eszterházy Károly Egyetem vállaltuk föl, hogy ezt a szakalapítást megcsináljuk, ennek a hosszú akkreditációs folyamatát megcsináljuk. Terveik között a szakot már jövő szeptemberben indítják. Fontos feladat még a magyar hallgatói létszám legalább 15-20%-os növelése, tette hozzá Bújdosó Zoltán. Liptai Kálmán, az egyetem rektora, köszöntőjében azt mondta, nehéz és embert próbáló évet zárnak. Az ünnepségen a mecénás díjat is átadták, melyet az idén Gyöngyösváros önkormányzatának ítélték oda, mivel a gyöngyösi felsőoktatás 55 éves fennállása óta folyamatosan támogatja az intézmény fejlődését. A város számára fontos a helyi felsőoktatás, mondta a díj átvételét követően Hisz György polgármester. Azt gondolom, hogy a városnak kell segíteni. Büszkeség, hogy van egy egyetemünk, és nem csak büszkének kell lenni, hanem segítőkezet is kell nyújtani. Most ebbe az évbe ugye az ösztöndíj elindításával, de minden olyan közös gondolat, azt gondolom, hogy terménként talajra húlik, amivel az egyetem megkeres minket. Nagyon remélem, hogy a testület tagjai ezt továbbra is akceptálják. Az intézmény szerves része a város életének, ezért fontos az együttműködés. A jövőben a tervezett pollenmérésben is szeretnék támogatni a kampuszt, és a sportberuházások kapcsán is szívesen nyújtanak segítőkezet, tette hozzá polgármester. Karácsonyi ünnepséget rendeztek a Szent Bertalan templomban a Kálváriaparti Sport és Általános Iskola közreműködésével. Ezt követően a hagyományokhoz hűen a város vezetői és Juhász Ferenc plébános meggyújtották a gyertyákat a mindenki karácsonyfáján. Több mint 20 éves hagyomány már, hogy közösen ünnepel advent idején Gyöngyös, és 10 éve már, hogy az ünnepség a templomban kezdődik. A Kálvária Parti Sport és Általános Iskola növendékeinek ünnepi műsorával kezdődött el a karácsonyi ünnepség a Szent Bertalan templomban. Karácsony éjjel, jöjj hozzánk, karácsony éjjel, nézze rám, ezredszer is légy velünk csodát. Juhász Ferenc kanonok plébános köszöntőjében kiemelte, örömmel tölti el, hogy ennek a nagy családnak, Gyöngyösváros közösségének tagja lehet. A mindenki karácsonyfáját több mint 20 évvel ezelőtt állították fel először, akkor még a főtér közepén gyúltak meg az első gyertyák. Az ünnepi műsort akkor is az általános iskolások adták, emlékezett vissza Hisz György polgármester. Mint köszöntőjében fogalmazott, még az ország nagyon sok településén a vízzel és a széthúzás jellemző, addig Gyöngyösön ez másképp van. Annyi gond, annyi probléma, annyi visszájacsarkodás van az országban, és valahogy Gyöngyös, hál' Istennek, ebből kimaradt.
és tényleg úgy viselkedik a város, és hál' Istennek benne a politika is, hogy inkább a békét közvetítjük, inkább úgy, mint egy család, hogy igyekszünk egymást tisztelni. Az ünnepi műsort követően a Szent Bertalan templom előtt gyűltek össze az emberek, majd együtt közösen meggyújtották a gyertyákat a mindenki karácsonyfáján. Az Úr pedig itt a temploma előtt áldja meg ezt a fát, a fény hordozóját, az ajándékokat pedig, amelyeket a város minden otthonában megkapnak a gyerekek és a felnőttek, jelképezze szintén ez a fa. Az év végéhez közeledve értékelték a 2017-es évet a gyöngyösi és a mátrafüredi polgárőrök is. Mind a két csoport dolgos és eredményes évet tudhat maga mögött. Gyöngyösön, az este folyamán a hagyományokhoz hűen, ünnepélyes keretek között adták át az év polgárőre díjat is. Aktívan telt a gyöngyösi polgárőrök 2017-es éve, sikeres hónapokat tudhatnak maguk mögött, amit idén is ünnepélyes keretek között zártak le. Én szerintem jó évet zárunk, de ezt mondjuk a feletteseknek kell eldönteni, hogy jó vagy nem jó. Szerintem rengeteg rendezvényünk volt, ettől már többet nem is akarok, mert már ez is sok nekünk, pláne ez a létszámhoz, meg az, hogy mivel az emberek itt dolgoznak, nekünk ez csak egy társadalmi munka. Hagyományokhoz híven az évzárón adták át az év polgárőre díjat, amit idén Bálkovics Béla vehetett át, aki 15 éve segíti a csapat munkáját. Visontán dolgoztam bányánál, úgyhogy semmi köze a polgárőrséghez, de hát ugye ott is az ember próbált becsületes lenni, meg itt is. 11 nagy rendezvény, sportversenyek és kulturális események biztosításában és lebonyolításában működött közre a 2017-es évben a mátrafüredi polgárőrség. A csapat tagjai ilyenkor több ezer embert és autót koordinálnak. Emellett az év 365 napján biztosítják a mátrafüreden élők életét. A polgárőrök a közgyűlésen már elkezdték a 2018-as év tervezését is. Nem csak egy évet zártunk, hanem előre is gondolkodtunk. Úgy döntöttük, hogy közhasznú egyesület minősítésünket kérjük, kezdeményezzük, és ezért ma a közgyűlésen elfogadtuk az egyesület új alapszabályát, és még ebben az évben szeretnénk ezt a bíróságra be is adni, és a jövőre már közhasznú egyesületként tevékenykedni tovább, bízva abban, hogy lehetőleg többen tudják támogatni így az egyesületünk tevékenységét. Az egyesület székhelyétől függetlenül a polgárőrök célja a 2018-as évre is ugyanaz. Segíteni szeretnék a lakosokat, és támogatni fogják ezután is a sport és kulturális események szervezőit. Karácsonyi ünnepséget tartottak a Dobóúti bölcsődében, ahol a kisgyermekek, szüleik és az intézmény dolgozói együtt díszítették fel a Tiszta Szívvel országos akció keretében ajándékba kapott karácsonyfát. A gondozónők házi süteménnyel és zenés produkcióval tették hangulatosabbá a délutánt. Az ünnepség végén pedig a Mikulás is ellátogatott a bölcsisekhez. Legyen áldott, meghitt ünnep, ragyogja be gyertyafény, kis szívünkbe hozzon békét, szeretetet, megértés. Mátrai Stella Karácsonyi Ének című verseny nyitotta meg az ünnepséget a Dobóúti bölcsödében. Az udvaron egy kis karácsonyfa várta a gyermekeket, melyet Busárpád Zsolt adományozott az intézménynek. A karácsonyi ünnepek és az új év lehetőséget ad mindannyiunknak az elcsendesedésre. A nyugalom és a harmónia megkeresésére ebben a rohanó és sokszor könnyörtelen világban. A kicsik és szüleik együtt díszítették fel a fát, forró tea és mézes kalács is várta a jelenlévőket, mely még hangulatosabbá tette a borongós esős délutánt. Már tavaly évben is megfogalmazódott bennünk, hogy milyen jó lenne közelebb hozni a bölcsöde és a bölcsödét a családokkal, és ebből az apropóból feldíszíthetnénk együtt közösen egy fenyőfát. Az idén pedig pont jókor jött ez a felajánlás, hogy felajánlottak nekünk egy fenyőfát, és ebből az apropóból született ez az ötlet, hogy akkor meghívjuk a szülőket egy tea délutánra. Az ünnepség végén a Mikulás is meglátogatta a gyerekeket, és egy kis ajándékkal kedveskedett nekik. Ezüst vasárnap Hisz György polgármester és Kenyeresi Károly református lelkipásztor gyújtotta meg a város adventi koszorúján a harmadik gyertyát. A lelkész arra emlékeztetett, hogy Jézus születése saját korában sem volt hír, mégis új korszak kezdetét jelentette. A világ számára a karácsony minden évben alkalmat ad arra, hogy lelki értelemben is számvetést tegyünk a mögöttünk lévő évről.
Harmadszor gyűltek össze az advent során a város nagy adventi koszorújánál az ünnepvárók. A koszorú harmadik gyertyáját ezúttal is Hisz György polgármester gyújtotta meg. A lelki útravalót az ezüst vasárnapon Kenyeresi Károly református lelki pásztor adta a megjelenteknek. Arra emlékeztetve őket, hogy Jézus születésének híre mindenkorban háttérbe szorult a világ más történéseivel szemben. Példaként hozta fel a napóleoni háborúk időszakából az 1809-es évet, amikor a császár győzelmeinek híre járta be az egész világot. Pedig sokkal fontosabb dolgok, lelkileg fontosabb dolgok történtek abban az évben, és ez így van Jézus születésével is. Nem rögtön hirdették ki, hogy új időszámítás kezdődik, hanem csak később döbbentek erre rá, hogy teljesen új kezdődött a világ történetében. Hiszük, hogy mindezek mögött, az események mögött Istennek a jó rendező, gondviselő szeretete és akarata van. Kenyeresi Károly hozzátette, az ünnep legfontosabb gondolata az, hogy Jézus fogoly lett azért, hogy mi szabadok legyünk az örökké valóságban. Jézus születése egy esztendőnek záró, de egyben nyitó akkordja is, mutatott rá a lelkipásztor. Ilyenkor már arra tekintünk, hogy mi történt velünk nem csak testi, hanem lelki értelemben is ebben az évben, és hogy mi fog majd történni a következő évben. Az advent idején történő lelki elmélyedésben ezúttal a Komme Prima ének együttes nyújtott segítség ünnepi műsorával. A Weberon gyöngyös férfi kézilabdázói sajnos nem tudták eredményesen folytatni bajnoki szereplésüket. A sárgamezes hazaiak a Vác ellen a tavaszi fordulóból előrehozott mérkőzésen csak rövid időközönként tudtak felvillantani korábbi eredményes játékukból valamit, ami a mérkőzés pontszerzéséhez sem volt elegendő. Kovacsics Péter első játékrészbeni egyedüli eredményes játéka kevésnek bizonyult, és sajnos várható volt, hogy a folytatásban már nem lesz jelentős változás. Gratulálok a Vácnak mindenek előtt. Több összetevős, én azt gondolom, a vereségünk oka. Az egyik az az, hogy sajnos a csapatunk nem bírta elviselni azt a veszteséget, ami a Gyuri is okozott, hogy kivált a játékból az első félidő 10. perce környékén. Azt gondolom, hogy próbáltuk rendezni a sorokat, akik jöttek, azok helyel közel sikeresen megoldották a feladatot. Aztán az eredmény is tükrözte, hogy azért nem sikerült ezt maradéktalanul megoldani. A második fél időben óriási lelki erővel jöttünk vissza szerintem. Aztán ez is elfogyott, ami érthetetlen, és ezért vagyok csalódott nagyon, mert egy-két olyan dolog, amit megbeszéltünk, és most értékeltem is a fiúknak, az nem igazán működött. Kovacsics Péter a gyöngyösi 27 gólból egymaga 10 gól dobott. Mi is igyekeztünk egész héten készülni rájuk, és tényleg összerakni a védekezőt, de sajnos a meccsen ez nem jött ki. Úgy gondolom, hogy pedig készültünk, de egyszerűen nem állt össze a védekezésünk. Emellett a kapusainknak pedig volt elég sok védése, és még így sem tudtuk sajnos megfordítani a meccset. Valamint igen, támadásban Hajdúr is nem tudott visszajönni a pályára. Az úgy gondolom meglátszott, a támadójátékunk eléggé szaggatottá vált, nem volt folyamatosság benne, és talán emiatt sem tudtunk előkészíteni a lövőknek olyan jól, de úgy gondolom, hogy mindenkitől több kell egy kicsit, hogy nyerni tudjunk, és következő mérkőzésre úgy készülünk, hogy Egerben nyerni szeretnénk. A 33-27-es Váci győzelemmel záradó mérkőzést követően a Bébrön gyöngyös csapata a folytatásban szerdán hétközi fordulóban Egerben zárja az évet. Egy esetleges gyöngyösi győzelem akár a 10. helyre is előrehozhatja a konkoly legénységet. Januártól változik a diákhitel szabályozása, írja az Index. A Magyar Közönyben megjelent kormányrendelet szerint a jövőben a felmondott hiteleket a Diákhitelközpont először a Magyar Követeléskezelő ZRT-nek adja át. Korábban a NAV-hoz kerültek a problémás ügyfelek, vagyis az adóhatóságnak kellett behajtani a tartozást. Januártól viszont a Diákhitelközpont a felmondott hiteleket negyedévente köteles lesz a Magyar Követeléskezelő ZRT-nek átadni. A felmondás és az átadás közötti időben pedig a szervezet részletfizetést engedélyezhet a nem fizető ügyfeleknek.
Az idei karácsonyra a leginkább keresett Norman fenyő métere 6-7 vagy 8 ezer forintba kerül, és hasonló összegre lehet számítani, ha a legújabb kedvencből a Norman konkurensének számító kolorádói jegenye fenyőből szeretne vásárolni valaki. Az árusok őstermelők, többségük Zala vagy Somogy megyéből hozza az általuk nevelt és kivágott növényeket. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Mecénás díjat kapott Gyöngyösváros önkormányzata. Gyertyagyújtása mindenki karácsonyfáján. Sikeres évet zártak a polgárőrök. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!